Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér. Az ajtók a természetes oldalon nyílnak. Nagy szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! A múltkori adást követően a szívvel és érrendszerrel kapcsolatos kérdéskörökben nagyon sok olyan levelet kaptunk, akik szeretnének még többet hallani magáról, arról a problémáról, ami az érrendszeren belül, illetve a szív működésén belül tapasztalható. Jól emlékezhetünk arra, hogy felhívtam a figyelmüket, tessenek odafigyelni a jelzésekre, ami a szervezetünkről belülről érkezik. Éppen annak érdekében, hogy még jobban oda tudjunk figyelni, meghívtam egy nagyon kedves vendéget, Kovács Matild főorvosasszonyt, aki nem csupán egy osztályvezető főorvos, hanem természetgyógyász is, és nagy előnyben részesíti azokat a természetes gyógymódokat, amelyek segíthetnek nem csak a szív- és érrendszeri problémákon, hanem nagyon sok területen, úgyhogy szeretném, ha egy picit a munkádról beszélnék. Köszönöm szépen a meghívást. Mint gyakorló orvos a mindennapokban a legnagyobb betegségcsoporttal találkozunk, a szív- és érrendszeri betegségekkel. Ugye ebbe értjük a magas vérnyomás betegségtől kezdve a szív- és az ér elzáródásokkal, valamint a viszerekkel, nyirokerekkel kapcsolatos megbetegedéseket. Természetes módon a szervezet mindig jelez arról, hogyha valami elváltozás, valami történés előrevetíthető. A szédülékenység, a fáradékonyság, a lábdagadás, a szívdobogás érzés, ezek mind jelzést adnak az érintett részére, hogy valami az érrendszerében nem megfelelően működik. Igen, ez gyakorlatilag ugye azt jelenti, hogy ha nem figyelünk oda, akkor nagyobb probléma is jöhet. Az előbb említetted azt, hogy összefügg a rendszer a nyirokrendszerrel is, de ugyanúgy összefügg a vese működésével és a teljes belső szervrendszerünkkel. Azt szeretném megtudni, hogy a nyirokrendszernél, akkor, amikor lábdagadás van, valójában mi az, ami elindítja ezt a nagyon erős lábdagadást, mert ez már egy olyan utaló jel, ami a szív belső problémáira utal. Az alsó végtag ödémásodásával kapcsolatosan két területre kell odafigyelnünk. Az egyik a szív- és vese eredetű lábdagadás, ami azt jelenti, hogy a szív vese nem megfelelően működve nem tudja kiüríteni a szervezetből a vizet, ezért a szövetek között ödéma formájában lerakódik, tehát kivetítődik. Azt hadd kérdezem meg, hogy még a legelején a kedves nézőknek említettem, hogy minden sejtünk működése közben képződik salakanyag. Ezeket a sejt közötti állományba viszi ki, hiszen üríteni kell a szervezetből. Abban az esetben, ha ennek a salakanyagnak az elszállítása, ami ugye nagy részt a nyirokrendszernek a feladata, nem működik rendesen, akkor a salakanyag vizet szív magához. Ez az a víz, ami ödémásodást okoz? Részben ez a víz, részben pedig a salakanyagok tárolásán kívül is a szövetekben ugye a víz nem tud ürítődni. Tehát mert nem dolgozik megfelelő módon a szív- és érrendszer pumpa funkciója. Ez egy nagyon fontos, amit említettél, a pumpa funkció. Tehát amiről beszéltünk is a múlt héten kedves nézőknek, a szívnek van egy szívó hatása, és van egy nyomó hatása. A szívó hatása vénás ereken keresztül érvényesül, és a vénás erekben, meg a nyirokerekben ilyen zsebes billentyűk találhatóak. Ezek pluszban segítenek, hogy a vér súlya az ne
essen vissza, hisz a lábunk lent van, és a Földnek a gravitációja miatt valami plusz segítség kell, hogy ne csak a szív pumpáló hatása adja a szívó hatást. Ez a segítség a zsebes billentyűkből ered. Ha ez egy kicsit lelassul, akkor jön az, amit említettél, hogy ödémásodás. Igen. Értem. Abban az esetben, hogyha a nyirok rendszer valamilyen módon a visszaáramlása károsodik, akkor alakul ki a nyiroködéma. A nyiroködéma ez a nyirokrendszernek, a nyirokereknek, a nyirok elvezetésének egy erőteljes károsodása, ami lényegesen hozzájárul ahhoz, hogy a szervezetből a salakanyag kiürülése akadályozott legyen. Ennek az ellátása az egyik legnehezebb, legkomolyabb probléma, hogy a krónikus limfödémákat, tehát a nyirokpangásokat kiüríteni. Természetesen a nyirok kiürítése támogatja a keringést. Hogyha a nyirokpangás társul egy vénás pangással, tehát a vízerekben az vér visszaáramlása lelassul, vagy társul az ütőerek meszesedésével, akkor egy komplex keringési elégtelenségi állapot alakul ki, ami természetes módon megelőzhető, hogyha az apró jelekre odafigyelve idejében megtörténik a beavatkozás. Ugye a beavatkozás elsősorban az első jelzések kapcsán az életmódváltással kezdődik. Tehát megfelelő módon a táplálkozással, a mozgás bevezetésével, az életrendnek a változtatásával. Ezáltal számos keringési szíveredetű probléma megelőzhető lenne. Ez fantasztikus. A saját munkádban, a mindennapokban hogy találkozol ilyen jellegű problémákkal, és hallgatnak-e a tanácsaidra, hiszen nem csak orvos vagy, hanem orvos természetgyógyászként próbálsz segíteni a klienseken. Természetes módon, mióta a természetgyógyászat területére irányult a figyelmem, az itt tanultakat egyértelműen föl tudom használni, hiszen én, mint orvos, jó részt már a kialakult betegséggel találkozok. Tehát ebben az esetben primér prevencióról már nem tudunk beszélni, hanem itt jön a szekundér, terciér prevenció, amikor a továbbromlást, az életminőségnek a megtartását, javítását célozzuk. Ilyenkor természetes módon én úgy gondolom, hogy a munkám során a klienseim, a betegeim meg szokták hallgatni a tanácsomat. Miután belgyógyászati és mozgásszervi területen, valamint az idős gyógyászat területén mozgok, ezért ezeket a tudást, ezt a felhalmozott új ismeretet és szemléletmódot igen gyakran tudom használni. A lényeg az, hogy ha elmondod, az már elindít egy folyamatot, és a folyamatnak az eredményeként, ha meg is tartják, akkor változás jöhet létre. Mi annak idején még azt tanultuk az egyetemen, hogy két olyan betegség típus van, aminél kifejezetten csak az orvosi támogatásra lehet számítani. Az egyik a hipertónia, a másik pedig a diabétesz. Viszont én úgy tudom, hogy a mai napokban már ezeket is táplálkozással, mozgással és fitoterapikumokkal, valamint olyan táplálékkiegészítőkkel lehet támogatni, amelyek nem feltétlenül abba az irányba viszik a klienst, hogy mindenképp gyógyszeres kezelést kapjon. Mi a véleményed erről? A gyógyszeres kezelés, amikor már betegségről beszélünk, igen, akkor természetes módon mind a magas vérnyomásnál, mind az említett cukorbetegségnél elengedhetetlen. De itt is első lépésként az életmódváltást célozza meg az orvos is. Tehát megpróbálja a mozgást szorgalmazni, a kialakult diétás, étrendi szokásokat megváltoztatni,
ezeknek az összetételét, minőségét már, tehát a jó irányba, megfelelő irányba terelni. Ugyanakkor természetes módon a gyógynövények, a gyógynövényekből készíthető teják, vagy a most már elérhető tinktúrák alkalmazása megfelelő módon bevezethető, mint megelőzésbe, mint pedig a terápia kiegészítéseként. Hiszen a cél mindig az, hogy minimális gyógyszermennyiséggel elérjük azt a maximális megcélzott határ, a célértékeket, mind a vérnyomásban, mind pedig az általad említett cukorbetegségnél, a vércukorértékekben, hiszen ezáltal tudjuk a későbbi szövődmények kialakulását megelőzni. Ez fantasztikus. Jól tudom, hogy van egy nagyon kellemes hobbi kerted, nagy rédén, és már nem is tudom elképzelni, hogy hogy van rá időt, hiszen osztályvezető főorvos is vagy, természetgyógyász is vagy, és emellett még pluszban foglalkozol ezzel. Ennek az a célja, hogy önmagad és családod részére is, illetve esetleg mások részére is tudj olyan fitoterápikumokat adni, amelyek az életmódváltáshoz segítséget nyújtanak? Hát, természetesen, tehát ez a kis kert, amiben én próbálom a gazdálkodást tanulni, ami számomra bizonyos területen eléggé ismeretlen. A gyógynövények, fűszernövények szempontjából vannak igényeim, és ezeket próbálom a kertembe betelepíteni. A nyári ellátáshoz pedig megtermelni biokörülmények között azt a zöldségmennyiséget, amire a családunknak szükségünk van. Próbálom a gyerekeimnek bemutatni, hogy a boltban, a polcokon levő zöldségek milyen módon termelődnek, hogyan néznek ki a magán a növényen, mert hát hiszen másképpen nem nagyon találkoznak vele. Hát sajnos ez így igaz. Legtöbben ma már csak a zöldségesnél, illetve az élelmiszer láncolatban, de ott is leginkább csak konzerben vagy fagyasztott módon találkoznak vele. Ezeknek a módszereknek azért van egy piciny háttal ütője, mert nem az a friss termés az, amit éppen el tudunk fogyasztani. Visszatérve a munkádra, amit említettél, hogy ez az életmódváltás, ami segíthet abban, hogy az első lépéseket megtegyük, és elinduljunk azon az úton, hogy a tünetmentesség legyen inkább a jellemző a mindennapokra, az idősebb kori klienseknél is érezhető, vagy őnáluk ez egy nehezebb folyamat? Az idősebb korosztálynál szintén érezhető. Azért a hagyományos orvoslásban dolgozó orvosoknak nekünk is tudomásul kell vennünk azt, hogy a lakóságnak, és ez korosztályfüggetlen, tehát az idős Igen. embereknek talán még jobban igényük van arra, hogy információt kapjanak az alternatív meg a komplementer lehetőségekről. Ezt, hogyha nem tudják az orvosuktól megkapni, akkor természetes módon megpróbálnak a megfelelő irányban terelődni. Azért a mai információs világban rengeteg információhoz jutnak, és amikor megjelenik a 70-80 éves idős ember, és Igen. hozza a megfelelő újságot, aláhúzva információkat, és ezt megkérdezi az őt ellátó orvostól, én úgy gondolom, úgy érzékelem, hogy megfelelő korrekt válaszokkal kell ellátni őket. Természetes módon ez mindig a komplementer meg az alternatív terápiás lehetőségek tárházáról szól. Abban az esetben, hogyha én nem ismerem, nem tudom, miről van szó, nem tudok neki korrekt, megfelelő választ adni, és beépíteni az általuk szerzett információt, terméket, ami iránt érdeklődnek a mindennapi terápiájukban, a mindennapi kezelésükbe. De az már egy nagyon nagy szó, hogy megkérdezik. Odafigyelnek az új információkra,
nem döntenek felelőtlenül, hiszen rengeteg információ ömlik nap mint nap, akár az interneten keresztül, akár a tévéken keresztül, de régebben ez nem volt ennyire jellemző, hogy kikérték az orvos tanácsát. Az első rábeszélésre fogták magukat, és megvásárolták. Ez a mai, amit te említettél, ez már szerintem egy kicsit a tudatosság felé megy, hogy valóban, ha te is azt javallod, akkor már nyugodtabban és boldogan nyúl a váltás felé. A fitoterápián belül azért van egy pár olyan növény, amit szeretném, hogyha a kedves nézők picit jobban megismernének. A szív- és érrendszeri problémáknál gondolom te is használsz ilyen javallatokat, amelyek a mindennapi életben segítenek ahhoz, hogy ne a tünetek kezdjék el az erősödést, hanem az első tünet megjelenését követően ezekkel akár ki lehet tisztítani, idézőjelben persze, az érrendszerünket. Az első képen galagonyát fogunk látni. A galagonyáról mi a te véleményed? A galagonya az egy csodálatos növény, ugye, hiszen a gyönyörű a virága, fölhasználható a mindennapokban a virág, a virágos rügy, és a galagonyának a gyümölcse. Aki még nem kóstolt galagonya gyümölcsöt, frissen a kertből, tehát magáról az ágról leszedve, az igaziból nem tudja értékelni ennek a növénynek a jótékony hatását. Keringési rendszerben tulajdonképpen a szív- és érrendszeri betegségeknél szabadon, nyugodtan, kényelmesen használható. Hála Istennek mostanában azért a gyógynövényboltokban elérhető, megvásárolható. Amit én jobban tudok ajánlani, mint a személyes gyűjtést, hiszen a mai világban a gyűjtőhelyek mindenki számára elérhetően olyan helyeken vannak, ahol bizony környezetünk által kisé befolyásolt, szennyezett. Tehát ezért én azt szoktam ajánlani, aki nem tud elmenni megfelelő helyre gyógynövényt gyűjteni, hogy biztonságosan megvásárolható. Sajnos ebben teljesen igazad van, olyan ólomszennyezés van jelenleg az utak mellett, ahol a galagonyát is akár találni és gyűjteni lehetne, amit nem ajánlott. Úgyhogy mindenképp ellenőrzött minőségű gyógynövényhez kell jutni. A második, amiről egy pici kis támogatást szeretnék kérni részedről, az a vöröshere. A vöröshere egy fantasztikus növény, és ugyanúgy gyógynövényboltban ajánlott. De hát így van, ritkán. Mi a véleményed róla? A vörösloherével igaziból nekem nagy tapasztalatom, gyakorlatom nincsen. De hát szépnek találom, begyűjthetőnek is, de... De hát a méregtelenítéshez hozzájárul. Jól alkalmazható. Mint echinácea, azért is sokkal többen ismerik, akár homeopátiában is. És ezen kívül az echináceával, azaz a vörösherre kivonattal kapcsolatban hozzátartozik az, hogy az idegrendszer kiegyensúlyozottságát is tudja biztosítani. Na most, ha ezt nézzük, akkor viszont feltétlenül van egy másodlagos hatása, hogy a szív- és érrendszer felé egy nyugtató kiegyensúlyozottságot biztosít. Igen, végülis a vöröslóhere az a megelőzésben használható igazán. Igen, tehát az immunrendszer stimulálásának a megelőző hatását lehet igénybe venni. Értem. Van egy olyan nagyon szép karácsonykor szoktuk inkább használni díszítésként, a fehér fagyöngy. A fehér fagyöngyről tudni lehet, hogy lehet belőle olyan italt készíteni, és azért nem mondom, hogy teát, mert nem főzzük, hanem hidegen áztatjuk. És vannak ilyen gyógynövényeink, amelyeket nem főzünk, hanem hidegen áztatunk. A fehér fagyöngy áztatása után mi a tapasztalatod, hogy hat a szívre?
A fehér fagyöngy a magas vérnyomás betegség megelőzésében. Tehát ez is preventív jellegű. Preventív, de a fehér fagyöngy az kiegészítő terápiaként is adható. Igen. A gyógyszerek mellett. Természetesen, ahogy említetted, ehhez hozzá tartozik az, hogy megfelelő módon legyen elkészítve, és megfelelő helyről legyen gyűjtve a fehér fagyöngy. Gyűjteni azért eléggé nehéz, valljuk be, mert de hogy hát vannak. Vannak olyan vannak területek, ahol lehet, de azt lehet látni, hogy elég magasan, ilyen bokros jelleggel, mert hogy ő szimbiózisban él de végül fel. Is a fenyő területeken és az egyéb fa területeken, de gyönyörű, és ez a hatása, hogy preventív jelleggel a hipertóniát, tehát a magas vérnyomást tudja csökkenteni, igen, ez egy fantasztikus dolog. De ne feledjék, tényleg ez egy hidegen áztatandó, mondjuk úgy, hogy ital, és nem tea, mert a teáról mindig az a képzet szokott lenni, hogy azt főzni kell. A következő képünkön tavaszi héricset lehet látni. Ez egy gyönyörűséges, sárga növény, ami szívet melengető, és tényleg gyönyörű. Tudsz-e őróla bármi támogatót mondani? Magát a növényt, az gyönyörű. Gyűjtése, tejának való alkalmazása, a szív és érrendszeri betegségben alkalmazható, támogatja részben a keringést, részben pedig a vegetatív idegrendszer állapotán keresztül befolyásol. Ezen kívül én úgy tudom, hogy a tavaszi héricsnek a kivonata, illetve a főzete nagyon jól támogatja a vese működést. És amiről a legelején beszéltünk, hogy a nyirokrendszeri pangások is megszűnjenek, ehhez a vese kiegyensúlyozott működése is kell. Ezt szintén tudja ez a növény. Igen. Tehát mikor a keringési rendszer támogatásáról beszélünk, természetesen a vérnyomást tudhatjuk befolyásolni. A szív működését irányító vegetatív idegrendszert, valamint a vese működését, hiszen ezek szoros összefüggésben állnak. Egy rosszul működő vese, az természetes módon előbb-utóbb a magas vérnyomás megbetegedéshez vezet. Tehát tehát a szervezet összefügg. Teljesen összefügg az egész. A szervezetbe külön szervrendszereket kezelni nem előnyös. Lehet, de nem előnyös. Az egész embert kell egyben ő maga meglévő problémáival, betegségeivel, gondjaival együtt kezelni. Így van. A következő képen egy olyan ősszel is, és az egész évben használható, úgymond támogatót, a fokhagymát láthatjuk. A fokhagymának rendkívül sok hatása van, de én azt hiszem, erről már korábban is esett szó, most külön nem megyünk bele a fokhagymába, viszont záróképként szeretném bemutatni a rozmaringot. Én olvastam egy receptet, ami alapján a rozmaring olaja az nagyon támogatja a szív működésének a pihenését, hiszen a szívburok az, ami segít 1/6 másodpercet pihenni minden egyes összehúzódást követően. Sajnos ez manapság a stresszes életmód miatt kicsit fölgyorsult, és már csak 1/8 körül tud pihenni. Ez azt jelenti, hogy szív fáradni fog. És én hallottam egy receptet, amiről a véleményedet szeretném kérni. Hogyha beáztatunk 5-6 szál friss rozmaringot tokai aszuba, ami egy 1/2 literes, és hagyjuk 7 napig állni, akkor az olaj kidiffundál a tokai aszuba, ami maga egy gyógyszer. Igen. Akkor a rozmaringolaj és az aszu keverékéből, hogyha egy 1/2 decit lefekvéskor megiszunk, az segít és támogatja a kiegyensúlyozott pihenést, nem csak a szervezet számára, hanem a szív számára. Természetesen is. A rozmaring hatóanyagai között a relaxáló hatása az, ami a rozmaring ezen kívül rendkívül módon jól használható, nem csak az aszuba, mint kivonat, igen, tehát mint alkoholos kivonat,
hanem rendkívül módon a használható a lekvárokba. Tehát a lekvárok ízesítésére, a lekvárok készítésénél hihetetlen jó ízt, aromát alkot. A magyar konyhának ugye a rozmarin nem egy jellegzetes fűszere, ellenben a zöldségek elkészítésénél, a főzésnél hihetetlen módon jól alkalmazható, és ezáltal ugye az ember, mint fűszernövényt is használhatja a mindennapokba, nem csak gyógynövényként. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, remélem nagyon sok hasznos információt kaphattak a mai műsorból is. Amennyiben kérdésük van, várom Önöket szeretettel az evalar.hu oldalon, ahol írásban is nyugodtan föltehetik kérdéseiket, ígérem, rövid időn belül megválaszolom. Jó egészséget kívánok mindnyájuknak! Ízületi negyed, Fejfájás utca, Betegségfalva, Akut sugárút, Krónikus körút, Gyulladás híd, Túlsúlyos sugárút, Gyógyulás körút, Egészségtér, Leszállás a gyógyult oldalon.